Köszöntöm a kedves nézőket! Híradó előtt azt ígértük önöknek, hogy folytatjuk műsorunkat, mégpedig halloweeni témákkal. Hát azt gondolom, hogy még mindig vannak olyanok, akiket ez a történet nagyon-nagyon megoszt. Tehát vannak, akik ezt a részét is ünneplik, mások pedig kikérik maguknak, és azt mondják, hogy mi európaiak, sőt magyarok vagyunk, mit keresnek itt a halloweeni tökök. Nos, hát többek között erről is beszélgetünk Varga Zsuzsával, aki a Mustárházból érkezett hozzánk, és programkoordinátor, és már úgy színekben is egy kicsit ugye a narancssárgából, akár asszociálhatunk a mustársárgába is. Hát Zsuzsa, nálatok nagyon-nagyon sok program van, és nagyon sok külföldi is megfordul, úgyhogy gondolom, hogy egy picit talán ebbe is bele kellett folyni, vagy akár ezzel az ünneppel is megismerkedtetek test közelből. A laikusok nagy része azt gondolja, hogy ez egy amerikai ünnep. Így van ez? Legjobb tudomásom szerint egyébként ez egy ősi kelta ünnepkörből, vagy ünnep, amit igazából ünneplünk Halloweenkor. Próbáltam utána olvasni, mert ugye nekem a Mustár Rádióban van egy olyan műsorom, aminek az a címe, hogy Fonó, és ez néphagyományokkal foglalkozik, és hogyha november 1-e, akkor óhatatlanul Minden Szentek Halottak napja, és mégis érdekes módon felhozódik ez a Halloween-es téma is, hiszen az elmúlt években én úgy gondolom, hogy egyre inkább erőteljesebben jelenik meg itt kis hazánkban is. Én nem gondolnám, hogy attól, hogy ünnepeljük a Halloween-t, vagy tartjuk, vagy bulizunk rá, vagy nevezzük akárminek, attól kevésbé fogjuk akár magunkat is, megyünk ki a temetőbe, és viszünk egy szál gyertyát, vagy mécsest. De mégis úgy veszem én észre, legalábbis családon, vagy a szűkebb környezetem belül, hogy azért igencsak szeretnek maskarába öltözni, szellemnek, egyre többen faragnak tököt a környezetembe, töklámpást, mert hogy a környezet nem is azt mondom, hogy igényli, de hogy mivel egyre többen csinálják ezt, azért a gyerekek inkább már fogékonyabbak erre az ünnepre. És igen, ez egy, ahogy említettem, ez egy ősi kelta ünnep, és régebben azért ez a magyar hagyományokból is ered, hogy a szellemekkel, a halottakkal függ össze. Annó én nem is gondolom azt, hogy ünnepként tekintettek rá, inkább egyfajta olyan napként, amikor kimentek a temetőbe, és hogyha már a magyar szokásokról beszélünk, akkor volt olyan például, hogy kimentek a halottak sírjaihoz, sok esetben nem feltétlenül mécsest vagy gyertyát vittek, hanem ételt, hogy ezzel is ott tartsák inkább azon a helyen a halottaknak a szellemét például. Ugye élő az élőkkel, holtak a holtakkal. Egy kicsit talán ez a fajta ma már amerikanizálódott ünnep talán arról szól, hogy egy kicsit kinevessük a félelmeinket, ugye maskarába bújjunk, elijesszük a rosszat, vagyis nem is inkább elijesszük, valahol távol tartsuk és fölülkerekedjünk rajta. Nem véletlen, hogy ugye a gyerekek ezt előszeretettel élvezik, és cukorkát gyűjtenek, az egész utca tulajdonképpen szinte összejön és buliznak. Tehát itt Magyarországon is ugye átvettük ezt, lehet szeretni, lehet nem szeretni, lehet hozzá csatlakozni, lehet mindenféle gondolatokkal élni, hiszen ugye az embernek szabad véleménye lehet a történetről, minden esetre van, tehát ezt az egyet, ezt leszögezhetjük, és október 31-ének estéje az, ami tulajdonképpen ugye a Halloween. A Minden Szentek, illetve a Halottak napja ezt követően, elsője a Minden Szentek, a másodika pedig a Halottak napja. Abban gondolom, hogy ma már azért nincs olyan tradíció, hogy melyik napon is menjen ki valaki a szeretteihez, tehát valahogy összemosódnak itt a dátumok. Abszolút, én is így látom, mert én úgy gondolom, hogy most szerencsés esetben ez egy hosszú hétvégére fog esni ez az ünnepünk, de nem mindig van így. Tehát én úgy gondolom, hogy a gesztus, illetve az akarata fontos. És nem is feltétlenül erre a két napra szokták csak időzíteni. Tehát, hogyha valaki szeretne kimenni a temetőbe, és tényleg a szeretteit így módon megtisztelni, mert én úgy gondolom, hogy ez egyfajta tiszteletadás is, legalábbis én így gondolom.
tehát nem feltétlenül kellene pont erre a két napra esni. Elfoglaltak vagyunk, sokan dolgoznak, ugye nem feltétlenül arra az időpontra esik a szabad nap, vagy hogyha nem tudnak éppen elutazni, akkor ez már nem annyira élesen. Én emlékszem, amikor gyerek voltam, azért ott tényleg mindig akkor kellett kimenni, azt hiszem elsőjén mentünk, és akkor szépen gyertyát gyújtottunk, stb. De azért ez már én úgy gondolom, hogy manapság már nem ennyire szigorúan vett. Én azt láttam pár évvel ezelőtt, hogy nagyon sokan mentek ki a temetőbe. Egy picit, hogy is mondjam, ilyen forgatag jellege volt, hiszen már csak nyalókát nem lehetett a temető előtt vásárolni. És kicsit én is ezen elgondolkodtam, hogy most akkor ezen el kell szomorodni, keseregni, kritikát kell megfogalmazni, vagy elfogadni, hogy megváltozott a világ, és megnézni a történetben, hogy mi a pozitív. A pozitív pedig mégiscsak az volt, hogy nagyon sokan vettek virágot, gyertyát a kezükbe, kisgyerekek is, és emlékeztek azokra, akik egyszer itt voltak, és ugyanúgy örültek, nevettek, mint mi, és akár mondjuk ugyanúgy tököt faragtak az unokáiknak, és ma már ugye nincsenek velünk. Tehát valahogy, hogyha a hozzáállásunkat megpróbáljuk úgy formálni, hogy megpróbálunk jól cselekedni, és elfogadni azt, hogyha valaki másképp gondolja, akkor azt gondolom, hogy sértetlenek tudunk maradni. Na most erről a sértetlenségről eszembe jutott Andor, akit ugye nem engedtünk el, Fekete Andort. Itt van velünk a stúdióban. Andorkám, úgy látom, hogy valamit cipelsz. Mit hoztál nekünk? Hoztam egy tököt, hogy legyen mit faragni. Na most tudod, ha 18 karikás lenne a műsor, akkor mondanám, hogy egy milyen tökös kis legény, aki ugye ilyen különböző erőt fitoktató versenyeken veszel részt, aki esetleg nem volt velünk a műsorunk elején, ugye egy kereskedelmi csatorna egyik fantasztikus vetélkedőjén szinte a közép döntőig jutott. Tehát tökös feladat volt? Vagy minden feladat tökös feladat volt? Minden feladat tökös feladat. Na most viszont Enikő szerkesztő kolléganőnk azt mondta, hogy akkor biztos ebbe is jó vagy. Nem tudom, Zsuzsa, te meg biztosan jó vagy tökfaragásba, ugye? Persze, én biztosan. A tökfaragáshoz annyi fűz, hogy bár azt mondták, hogy ne dicsekedjek ezzel, de mind a két kolléganőm faragott tököt. Aha. Az egyik azért, mert neki van egy 7 éves kisfia, és hát ugye vele mindenféleképpen kellett tököt faragni. A másik kolléganőm pedig úgy gondolta, hogy így 20x éves korában először tököt fog. És te hogy vagy a sztorival? Hát nekem ennyi a történet. Ja, értem, tehát te még életedben nem faragtál tököt. Igen. Na, akkor úgy kedves van. Nézők, ez a DIY, hogyan faragjon tököt három olyan ember, aki nagyon szeretne tököt faragni, viszont van egy töke, meg szerintem van még késünk, meg ceruzánk, meg mindenféle eszközünk van, csak lehet, hogy tehetségünk nincs, de semmi gond, mert kreativitással, meg vidámsággal pótoljuk azt, amit a Jóisten nem adott meg nekünk. Nos, hát akkor ugye hogyan is csináljuk a tökfaragást? Én végül is csak egy egyszerű kis riporter vagyok, úgyhogy a tietek lesz ez a feladat. Tehát ki kellene rajzolni ugye ennek a töknek egy ilyen ijesztő szemet? Van ceruzánk? Hát azt nem tudom, hogy van-e ceruzánk, viszont itt van alul minden cucc állítólag, már be van készítve. Megnéztem, hogy néz ki egy tök. Na, tehát, szuper. Hogy azért így néz ki egy tök. Na, ne bénáskodjunk, vágjunk bele. Kifaragva, hogy néz ki egy ilyen tök. És melyik oldalát szeret? Hát, mert te fogsz ezzel igen, dolgozni. Szerintem ez a fotogénebb oldal. Ez a fotogénebb oldal. De akkor szerintem igen. Fogod? Jó. Fogom. Oké, szerintem legyen ilyen háromszög szemem, mit szólsz hozzá. Bár rajzolni sem nagyon tudok. Remélem, hogy a jövő évi valamelyik versenyben majd visszalátjuk ezeket a kis képességeket, készségeket, amit Andor most itt sikeresen elsajátítottál. Hát legyen ilyen nagyfejű. Vagy nem tudom. Nagyszemű, meg ilyen csúnya fogú, nem? Hát ezt megpróbálom, hogy csúnya fogad, de ha nem, akkor lehet ilyen vigyorgós lesz, mint én szoktam lenni. Lehet, hogy ez körülbelül még a jövő heti műsorban sem mindjárt fog kész. El. Mindjárt kész. De csak gondoltam, hogyha véletlenül kifutunk az időből, semmi baj, majd a végén megmutatjuk, hogy mi készül belőle, mert hogy mi még itt Tóth Judittal a mai este folyamán azt is megmutatjuk a kedves nézőknek, hogy a tökből milyen finomságokat lehet készíteni, mert hogyha
egyéb iránt, ugye nincs is semmi más pozitívuma magának ennek a Magyarországon elterjedt Halloween-nak, csak az, hogy egy kicsit az emberek fókuszába került a sütőtök, és a gasztronómia fókuszába került a sütőtök, akkor már az is egy roppant pozitív dolog, mert hogy legalábbis az én olvasatom szerint nagyon egészséges a tök, de hát erről majd Judit sokkal szakavatottabban fog beszélni. Akkor villámkezű Zsuzsa már meg is rajzott, hogy gyorsan tudod, nagy levegő, én megcsináltam, ami az én dolgom volt mostantól kezdve. Andor, akkor vedd elő ezt a jó kis ninja késed, vagy valami hasonló, és akkor most bögt szemen. Szemen? Hát szerintem kezdjünk egy ilyen felső nyílással, hogy a belsejét ki tudjuk kaparni. Ja tényleg, mert még azt is meg kell csinálni. De hátul kellene szerintem azt a nyílást ejteni. Nem értek hozzá, csak hogy úgy szerintem is nem, már ilyet. Nem csak hallottam, hogy csinálták a többiek. Hogy volt egy kis ajtó, és akkor azon kikaparták, és oda még a mécsest is be fogjuk tudni tenni. A mustárházban ilyen tök faragó kis szeánszokat nem még... fogtok jövőre szervezni? Mert csak gondoltam, hogy ha már két kolléganőd elkezdte az építkezést, akkor... És még most nekem is meghoztátok a kedvem. Van. Egyébként én láttam rengeteg, ugye itt a műsorunk elején láttuk, hogy a profi virágkötők milyen szépen tudják mondjuk akrilfestékkel lefesteni a tököt, itt az asztali dekorációnkban is, például ez is egy tökbe ágyazott kis virágkompozíció, de mindenféle nagyon szép motívumot is lehet belefaragni, tehát nem kell ragaszkodni ugye mindenképpen ehhez az ijesztő halloweeni fejhez, hanem akár egy magyaros ilyen csavart motívumot, vagy mandalát, tehát gyakorlatilag csak a fantázia, meg a kész ügyesség az, ami határszab ennek a történetnek. Na mennyire izzadsz már, Andor, ettől a sztorítól? Hát sikerült egy ilyen jó kemény tököt beszerezni. Hát szerintem azért általában ez, ha nincs megsütve, akkor többnyire ugye a halmazállapot az nagyjából ilyen. Azért szokták ezt azért apukák csinálni, mert hogy ez egy olyan férfias dolog, a gyerekek inkább kirajzolják, vagy kapargatják. Dupla ajtós. Na, és hát ez üres. Ez üres? Komolyan? Olyan sok minden. Figyeljetek, valaki már előre dolgozott, vagy nem tudom, hogy mitől üres, ezt majd lehet, hogy Judit elmondja. Lehet, hogy ez direkt egy ilyen tök faragásra game manipulált tök. Itt az összeesküvés elméletünket mindjárt meggyártjuk, hogy miért. Ezt kiszedjük utána meg. Na jó, hát akkor már csak a szeme van, az orra, meg a szája. Egyébként ha még csak egy gondolat, mik a legnépszerűbb díszítő motívumok ilyenkor, Halloween-kor, arról tudsz-e valamit, Zsuzsa? Én úgy gondolom, hogy ezek a hagyományos dolgok azért megmaradtak, akár hogyha tényleg a tökről beszélünk, de egy mécses, vagy ezek a gyönyörű természeti dolgok, akár egy nem tudom, szép színes falevélcsokor, vagy bármi azért igazán. Ami egyébként viszont állatokban kapcsolódik az ünnephez, ugye az mondjuk a varjú, a fekete varjú, és ez meg már a te asztalod, Andor, milyen állatokat tudsz elképzelni itt a halloweeni ünnepkörnél? Hát, ugye dekorációban. Mivel dekorálnád? Denevér, mindenképpen. Denevér, ja, igen, tényleg denevér. Ugye ott a vámpír mítosz, stb. Itt a pókok, akit a stúdióban is látunk. Esetleg a durvábbak vérfarkassal is próbálkozhatnak. Igen, de mondjuk a hüllők azok egyáltalán nem erre a területre. Spatkányok, egerek esetleg? Ők még talán, a hüllők szerintem itt az őszi időjárás miatt már annyira nem aktívak, és őket azért felejtették ki ebből az ünnepből. Na hát ezt ugye most vérfarkas nem hozattunk be veled az állatparkból, meg denevéreket, de most már lassan akkor körülbelül a felénél járunk ennek a töknek a faragásánál. És hát ugye ez rengeteg ilyen dzsuvával jár tulajdonképpen, ami mind kikerül egy tökből. Szerintem azért, hogy a látványosabb részét is meg tudjuk mutatni a kedves nézőknek, ezért így most már tényleg a szemére, az orrára, meg a szájára kell majd
koncentrálnunk. Zsuzsa, vannak-e olyan egyébként olyan amerikai diákok például, vagy voltak ez elmúlt években a Mustárházban, akik mondjuk tényleg ebbe a tradícióba egy kicsit bepillantást engedtek a nyíregyháziaknak? Sajnos amerikai diákjaink nincsenek, viszont most is vannak oroszok, olaszok, franciák, és pont mielőtt eljöttem, mondták is, hogy hát ők már igencsak készülnek a Halloween bulira. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy ez itt nem a reklám helye, de hogyha hallgatják majd a kedves nézők a Mustár FM-et, mert talán oda téved a rádiójuk, akkor biztos vagyok benne, hogy hallhatnak majd olyan műsort általuk, ami magáról erről az ünnepről szól, hiszen náluk is én úgy gondolom, hogy azért hasonlóan történnek ezek a dolgok, mármint a tökfaragás, a beöltözős buli, mert hogy most is oda készültek. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy összehozzák ők a kis kultúrákat, és megtalálják akár az egyezéseket, akár a különbözőségeket, meg tudják beszélni. Korábban ugye volt arról szó, hogy nyugodtan bárki bemehet a Mustárházba, találkozhat például ezekkel a diákokkal, beszélgethet, hiszen egy kiváló nyelvgyakorlási lehetőség, ugye anyanyelvi szinten beszélő emberekkel tanulni a nyelvet, erre van-e lehetőség most is? Természetesen van lehetőség, bár már azt mondom, hogy a mostani csapattól sajnos el kell majd búcsúznunk, mert ők január végén mennek el, de hát nem kell elkeseredni, hiszen... Kik jönnek, tudjuk már? Egy kicsit kiszélesítettük most a palettánkat, és ha úgy tudom, ha jól tudom, akkor svédek is fognak uh-huh. most jönni. Ugye korábban voltak, de ez egy időben így megállt, de most megint fognak jönni. Ha minden igaz, jönnek németek is, ugyanúgy olaszok, hiszen nagyon szeretjük az olaszokat, de hát a franciákat is említhetném, spanyolokat, úgyhogy februártól újra megindul az élet. De hát most sem áll meg, hiszen folyamatosan jönnek a diákok is, ezért tanulnak. Köszönjük szépen, itt hagylak titeket, azzal az utasítással, hogy addig, ameddig Judittal beszélgetünk a tökből készült finomságokról, faragjátok készre, és a végén akár bele is helyezhetitek a gyertyát, hogy egy utolsó kameraképpel a tökéletes alkotást is meg tudjuk mutatni a kedves nézőknek. Mi pedig ugye folytatjuk az ételekkel, ide jövök erre az oldalra, és ahogy... Már gondolkodtam azon, hogy mi minden készül a tökből, az is eszembe jutott, hogy nem csak Halloween-t ünnepeljük, hanem gyakorlatilag a vegetáriánusok is ünnepelnek, ugye, hiszen Vega Világnap van november 1-én. Jelent ez valami különlegességet, Judit, a te életedben? Azért tegyük hozzá, hogy ma már mindennek van ünnepe, ugye? Igen, mindennek van. Hát különlegességet nem jelent, mert azt gondolom, hogy egy vegetáriánus akkor is vegetáriánus, ez a január 1-e van, meg hogyha november 1-e. Különlegességet nem. Talán ilyenkor egy kicsit nagyobb figyelmet kapnak a húsmentes ételek, vagy ha a vegánokról beszélünk, akkor a mindenmentes ételek, és ezt sem mondhatnám, hogy annyira divatba jött, hanem inkább nem csak, hogy elterjedt, hanem rengeteg beteg ember küzd ételérzékenységgel, ételallergiából, és ezért nagy teret kapott az utóbbi időben, és nagy figyelmet is kapott. Igen, én magam például most már azt látom, hogy tényleg egészen profivá válnak például az iskolai étkeztetés tekintetében is, nagyon részletes kérdőívet kapunk, akár dietetikus segítségét is, tehát mindenképpen ezen a területen is érezhető a fejlődés, és hát sajnos, amit említettél, valahol ugye az élet pedig belekényszeríti azokat, akik valamilyen allergiás tünettel élnek, hogy megtalálják a forrásokat, vagy megtanulják ők maguk ilyen ételeket elkészíteni, vagy pedig megtalálják azt, aki nagyon ízletesen készíti el, mert ugye hát ez egy művészet, valamiből olyat csinálni, mintha az valami teljesen más lenne. Hát igen, nekem inkább kihívás, de egyébként valóban művészet, de inkább kihívás, mert nagyon nehéz a helyettesíthetőséget megtanulni. Meg lehet ugyan, viszonylag egyszerűen, de nagyon nehéz, és igen, a közétkeztetésre ma már az a jellemző, hogy borzasztó nehéz helyzetben vannak, hiszen adott kvótán belül kell gazdálkodjanak, és megtalálni azt a fajta étrendet, és összeállítani azt a fajta étrendet a gyerekeknek, ami tápanyagilag is megfelelő, és allergiamentes is. És hát valljuk be, ami sajnos nagyon-nagyon messze van a gyerekek chipshez és pizzához szokott ízlelő bimbóihoz, illetve azokhoz az ízlelő bimbókhoz, amiben minden túl van tolva, minden íz, ami gyakorlatilag már a természetben nincs is, tehát nincs olyan sajt, nincs olyan, nem is tudom, amit
tényleg az ízfokozókkal sajnos ugye beviszünk a szervezetbe, és ezzel átverjük saját magunkat. Egy picit koncentráljunk erre a gyönyörű asztalra, mert hogy itt azért az ő színei szinte a szivárvány minden színében megjelennek, és ugye azt szokták mondani, hogy ha szép a terítés, akkor az már maga elindítja az emberben a kedvet, hogy el is fogyassza, tehát egy picit akkor visszacsatolnék oda, hogy nagyon fontos, hogy azok az ételek, amik mondjuk a gyerekeink asztalára kerüljenek, azok szépek legyenek, viccesek legyenek, mert hogy lehet, hogy nagy örömmel elfogyasztja azt a pingvint, azt se tudja, miből készül, de mondjuk én sem, úgyhogy mesélj. Tehát, hogyha elé teszek egy olivabogyót, akkor rá se néz, és azt mondja, hogy én ezt biztosan nem szeretem. De ha elkészítünk egy pingvint, amihez egy mozzarella sajt kell, némi répa és olivabogyó, akkor úgy megeszi, hogy rá se jön, hogy mit evett, nagyon hasznos olajakat bevéve ezzel a szervezetébe, ugyanez elmondható a sütőtökről, vagy a gránátalmáról, vagy bármelyik alapanyagról, vagy a bulgóról, ami ugyan egy gluténtartalmú, de a gyerekeknek nagyon hasznos volna, hogy elrugaszkodjunk ettől a megszokott étkezésünktől, hogy csak tésztát, krumplit és rizset eszünk, hanem ott van a rengeteg köles, a bulgur, nagyon sok olyan értékes gabona, amit mellőznek, és ha gyerekkorban nem ismertetjük meg velük, akkor felnőttként sem fogják elfogadni. Ráadásul a bulgur egy nagyon gyorsan elkészíthető étel, és például azoknak a háziasszonyoknak javaslom, akinek csak egy fél órája van, hogy másnapra valamilyen ételt készítsen, vagy akár a kuszkusz is hasonló. Említetted, hogy ugye glutén tartalmaz, egy másik szerintem nagyon széles csoport mostanában az inzulin rezisztenseknek a tábora, ha lehet ezt mondani, ahol viszont az a nem mindegy, hogy milyen típusú szénhidrátot visz be a szervezetbe. A bulgur az mibe tartozik? A bulgur tehetik azok, akik inzulin rezisztenciában szenvednek, hiszen egy nyújtotta felszívódású szénhidrát, ellentétben mondjuk a burgonyával, és ami még nagyon fontos, hogy ha valaki érzékeny, akkor elszeparáltan kell készíteni az ételeit is. És ami még ettől is fontosabb, hogy ha valaki cukorbetegségben szenved, akkor neki a legrosszabb alternatíva a gluténmentes étkezés. Nagyon sokszor összemossák, hogy egy cukorbeteg azt mondja, hogy akkor holnaptól gluténmentesen eszek, de ne tegye, mert olyan nagyon magas szénhidrát tartalommal bírnak a gluténmentes ételek, hiszen a döntő többségében kukoricát és burgonyát tartalmaznak, aminek egetverő magas szénhidrát tartalma. És mi van azzal, akinek mind a kettő baja van? Gluténérzékeny és meg inzulin. Igen, meg lehet oldani. Nagyon-nagyon széles skálán lehet enni. Annál is inkább, hogy a zöldségek és a hús azok nem tartalmaznak szénhidrátot, némelyik zöldség gyümölcsben, ugye maga a gyümölcscukor is ugyanolyan cukor, mint a rendes cukor, arra figyelni kell, de alapvetően nagyon szélesen lehet táplálkozni. Most ugye Andorék még mindig küzdenek a tökkel, és említettem itt, hogy rengeteg anyag került ki belőle. Azzal mondjuk te azt például fel tudnád használni? Hát a tök maga az mindenképpen. Azt mindenképpen, és itt, amit viszont látunk, amit majd szerintem Papó ügyesen megmutat nekünk, ezeket a nagyon cuki kis desszerteket, már csak azért gondoltam operatőr papó kollégámra, mert ez olyan papós ez a desszert, nem? Drága papó, hát olyan bajszos. Gyereknek gondoltam. A gyereknek, én meg azt hittem, hogy ez egy nagy... Az egy pillangó. Én meg bajuszra asszociáltam. Látod, ez olyan, mint egy igazi jó kis pszichológiai teszt, hogy ki mit lát bele a történetbe. És miből készült? Mert azért... Ez egy nagyon egyszerű torta, bárki el tudja készíteni, pillanatok alatt készen van. Egy sima rizslisztes piskóta képezi az alapját, amin egy sütőtök krém van. Ez hogy készíted? A sütőtök krém az egy sült tök, amit nagyon jól kihűtünk, mert hideg halmaz állapotában lehet vele dolgozni csupán, és ebbe konkrétan került méz, fahéj, egy nagyon kevés felvert tejszín, és ezt homogenizáltam, hogy egészen sima legyen. Ha nagyon nedves, akkor egy kevés úti fűmaghéj ebbe is került, mert az fogja nem csak rostként funkcionál, hanem nagyon jól felszívja a fölösleges nedvességet, meg narancshéj, és a tetején pedig egy narancs zselé van. A sütőtök mennyire párosítható mondjuk az édesburgonyával, vagy a céklával, vagy esetleg mondjuk a bírsalmával? Mindennel nagyon jó, tulajdonképpen csak ízesítés kérdése, de a sárga borsóval is nagyon jó például. Mondjuk édességbe, vagy pedig nem, pürébe? Nem, akár egy pürének, így van, így van. Édességbe pedig, de akár a sárgarépával, az édesburgonyával, mind a kettővel párosítható. Na most ugye a legtöbb ember azt mondja, hogy hát ez nagyon jól néz ki, meg minden, én ezt meg is enném, már szerintem valakinek biztos, hogy beindult a nyál elválasztása, na de én ezt így nem tudom megcsinálni, ha nekem valaki megcsinálna, akkor biztos egészségesen élnék, de hát csak ugye nincs az a valaki, aki ezt elkészítse ilyen szépen. Hát nekem az elsődleges szempont az én konyhában azon túl, hogy mentes legyen egy étel, hogy gyorsan készen legyen, és ezek
Tehát ahogyan te is mondtad, a bulgur az 20 perc alatt készen van. Se konyha technológiáit nem igényel tudást, se szakmai tudást, én nem vagyok se cukrás, se szakács, teljesen más területen dolgozom, és mégsem jelent kihívást elvégezni, vagy a gyerekekkel a szabadidőben, hogy közösen is legyünk, együtt legyünk, ismertessük meg velük az alapanyagokat, akarja megkóstolni a gránáttalmát, ne idegenkedjen egy bulgurtól, azt otthon el kell kezdeni, és hogyha mi bevonjuk őket abba, hogy készítsük el együtt pillanatok alatt, akkor fogja akarni szeretni, meg fogja akarni enni, mert az ő munkája is benne van. Ezt megint csak kérek valakit a kedves kollégáim közül, hogy egy picit vegyük szemügyre ezt a kis tálat, mert ez tényleg egy... nem is tudom, hát egy esztétikai és nyilván egy gasztronómiai remekmű, tehát a bulgur van középen, az hogy készíted? Igen. Van valami trükkje? Hát én elő szoktam pirítani a bulgurt, van, aki nem teszi, és egy klasszikus pörkölt alapot kapott, amiben belekerül a zöldség, miután puhára párolódott, beletesszük a bulgurt, aminek, ha fölöntöttük dupla mennyiségű vízzel, és lefettük, már ennyi vele a történet. És akkor utána belenyomkodott valami kis... Aztán egy formába beleteszem, és kirakod. Innentől kezdve ennyi. És akkor úgy néz ki, mintha egy nagy fatörzsön, vagy egy szigeten ülne. Igen. Ez a cuki kis pingvin, ami pedig nem másból készül, mint mozzarella golyócskából, sárgarépából, fekete olívabogyóból, és ez az egész össze van állítva, és biztos, hogy ha másért, nem csak a buli kedvéért, akkor meg fogják kóstolni. Szoktál egyébként gyerekek között járni, vagy így tesztelni ezeket a dolgokat? Mik a reakció? Hát imádják. Különösen, ha még segíthetnek is elkészíteni, és amikor rájönnek, hogy ez tényleg csak ennyi, akkor nagyon büszkék magukra, mert sikerült. Másrészt meg rájönnek, hogy ezekről az ízektől nem kell félni. Alapvetően nem kóstolja meg, de ha együtt elkészítjük, és ezt otthon is sarkalom rá a szülőket, hogy tegyünk azért, hogy hétvégén, hiszen hétköznap senkinek nincs ideje semmire, de hétvégén, amikor egy picit tudunk lazítani, akkor vonjuk be a gyerekeket, mert gyerekként kell elkezdeni az életmódváltást is, felnőttként már nagyon nehéz, hogy természetes legyen neki majd a felnőtt közösségében minden íz, minden tennivaló, az is, hogy segíteni kell otthon, az is, hogy főzzünk együtt otthon, mert sajnos nagyon kevesen főznek, és ez az alapprobléma. Emlékszem, Judit, amikor itt voltál, akkor elmondtad, hogy ugye téged is tulajdonképpen erre az útra a saját egészségi állapotod vitt. Ugye megerősíthetsz most is minket abban a hitben, hogy aki így étkezik, az elhagyhatja akár a gyógyszereit is, és tényleg egészségessé válhat. Igen, leginkább, ha pajzsmirigy beteg, meg hogyha cukorbeteg. Ha csak az étkezésén változtat, rengeteget javít. Hát nyilván szükségesek a gyógyszerek, de ha megváltoztatja az étkezését, akkor erre a szervezet nagyon pozitívan reagál. Nos, hát azt gondolom, hogy bármelyik halloweeni partira, ha már itt ugye ez volt a téma, valamennyi étel jól mutat, de akinek tényleg nagyon-nagyon nincs ideje, és csak süt egy kis sütőtököt, vagy fölkockáz egy kis almát, vagy sajtot, vagy valamit, ami egészséges, és nem chipszel kínálja a gyerekeket, akkor már mindenképpen tett egy kicsit az egészségért. Téged pedig szerintem akár kérdésekkel lehet a közösségi oldalon is zaklatni, vagy receptekért, és biztos, bármikor, hogy mindenki... A közösségi oldalon az összes recept, ami most az asztalon is megtalálhat, úgyhogy bárkinek szívesen segítek. Köszönjük szépen. Hát kedves nézők, mi meg akkor itt a búcsúképet, vagy a záróképet, azt összemixeljük majd itt azzal az alkotással, ami ugye elkészült. Zsuzsa és Andor elkészítette ezt a gyönyörű halloweeni tököt, úgyhogy ezzel köszönjük meg tulajdonképpen az önök megtisztelő figyelmét, lehet követni a fiatalok kreativitását és példáját, és akár még ma este is együtt a családban elkészíteni egy kis töklem, vagy készíteni valami finomságot. Aki pedig a temetőbe látogat, azoknak azt kívánjuk, hogy balesetmentesen és szépen tudjanak szeretteikre, elhunyt szeretteikre emlékezni. Várjuk önöket a jövő héten is itt a Weekendben. Viszontlátásra!